Sziasztok, folytatjuk az életünket itt a tutajon. Remélem, hogy már vártátok a következő részt, hogyha így van, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a további részekért. És hát itt is vagyunk az ötödik napon konkrétan. Az előző részben brutásokat tudtam haladni, úgyhogy annak azért eléggé örültem. Bízom benne, hogy a mai részben is rengeteg challenge-et fogok tudni megcsinálni. Ugye amire jó lenne rácsúszni, az ez a Jungle vúdos meg itt a szíves kihívás, hogy ezekre biztos, hogy ráfekszünk, illetve a cobblestone itt szerintem. Csinálok egy cobblestone generátort most már. Jöhet az újabb szív, meg itt a csirkékből is valahogy szíveket kéne tudni kihozni, úgyhogy ö, kellenének a magok. Jöhet ilyen betrotos van még, szóval az fel tudjuk erre a célra használni, de úgy nagyon más, nem igazán. És erre mondjuk én személy szerint kíváncsi lennék, hogy ez miből áll. Ugye nyilván mondanom sem kell, hogy 64 millió cápa lesz itt, Viszont itt van egy láda, úr Isten! Mennyi cucc van itt, te jó ég? Oké, okay, ez durva volt. Ezen kívül itt más szerintem nem nagyon van. Itt a vízbe is szerintem meg kéne ölni. Hát, ha adnak rotten flash bár talán nem fognak. Ó, oh, de, 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 várjál, adnak rotten flash az jó. Mert azt hiszem az is fog kelleni. Megtennéd, hogy felveszed játék. Jó, még kéne vízbe ölni, és ott van az egyiknél egy trident, ami nem biztos, hogy megkönnyíti a dolgomat. Hú, szerintem a trident -e kéne egyből rámenni. Jó, hogy mit kettő trident -es. Aha, az probléma. Jó. És kidobta a Trident-et? Jó. Demenő. Pedig arra elég kis esély van egyébként. Jó, hát akkor cápavadászat is van. Minden van egyszerre. A rotten Flash jöhet, és van tíz darab belőle. Oké, okay, én úgy gondolom, hogy ezt az első structure-t így sikeresen felfedeztük, tehát hogy ebbe valószínűleg több minden már nincs. Viszont amit itt nézek, hogy rengeteg ilyen vízbe fújt van. Ez nem tudom, hogy minek köszönhető egyébként, de nekem most jelenleg csak jó. Aha, és még a kardom is eltört. Oké, okay. én azt mondom, hogy most egyelőre visszamegyek, mert így, hogy nincsen kardom, meg kezd esteledni, így nem biztos, hogy a, a, legjobb helyeken járkálok. És most kéne az legyen szerintem, hogy egy kicsit komolyabb kardot fogok összedobni magamnak. Meg lehet, hogy valami felszerelés sem ártana, nem tudom. És van egy netherite -unk. ez tök jó. Tridentet is kaptunk, tehát hogy egészen tényleg sok mindent és emeráldok is most már szép számban vannak, 15 darabon van összesen. Nem nagyon tudok finomabb eszközökhöz fordulni, úgyhogy kénytelen vagyok beruházni egy gyémánt kardra, akármennyire is mondjuk rossz döntésnek tűnik. És most amit ugye meg kéne csinálnom, az maga a kőgenerátor lenne. Meg az a baj, hogy nem lenne szabad elfelejtenem az állatokat se, mert ez a challenge is magától nem fog haladni. Az biztos. Tudom, én ezt a kőgenerátort valahol itt tudnám elképzelni ahol viszonylag ugye távolabb van mindentől. Jó, én ezt valahogy így fogom tudni elképzelni. Tehát itt a víz, és itt pedig lesz a láva, és aha, ott is van! Kölgenerátor kész! Már csak abban kell bíznom, hogy ez a láva semmit az égvilágon nem fog felgyújtani. Ugye itt körülötte elég sok minden fából van, de én azért reménykedem abban, hogy ez így ki fog tartani. Maxit, ez gyulladhat föl, de azt nyilván észre fogom venni. Úgyhogy most, ami a célunk az az, hogy összeszedjünk, azt hiszem. 64 követ. Mert hogy ez a kövi challenge. Oké, okay, meg is vagyunk. 64 darab kö. Szóval, ami itt a feladat, hogy letrédeljünk a falusival. Nice! Meg is van a következő challenge. Kaptam egy vascsákányt, ami nagyon jó. Efficiency 3-as könyv, Stonecutter és 16 fákja. A fákját mondjuk nem teljesen értem. A vascsákány az viszont jól jön. Oké, okay, még egy tehén szív. Ja, és hogy nem is kell rotten flash. Aha, akkor én mihez néztem az, hogy fog nekünk kelleni? Azt nem tudom. Lehet, hogy valamelyik másik tradernél megy. Aha, itt van, 6 rotten flash, 1 emerald. Jó, az nem is vészes. Igazából a kővel lehetne egészen jól megoldani ezt a dolgot, mert ö, követ szinte végtelen számban tudunk szedni, úgyhogy lehet, hogy itt az összeset le kéne vele trédelni. tehát most lett egy 5 emeraldom. És rá kéne menni itt a 64 emerádos részre. Jó, ezek a mob szerintem nekem teljesen fölöslegesek. És ha jól látom, akkor challenge lesz az is, hogy csináljak egy tortát. Úgyhogy idehozok egy vödöröt, ami üres, és legalább egy tejet elkészítek. Bár nem is nagyon tudom fejből a tortának a receptjét, szóval ö, lehet, hogy az is egy kicsit problémás lesz. De mondjuk akkor legyen két vödör tej. Biztos, ami biztos. És megnéztem ráadásul nem is kettő, hanem három darab fog kelleni. Hoppá, úgyhogy ezt a vizet valahova lerakom oda. És igazából megvan minden, ami nekünk ehhez kell. Itt van a vít is, van tojás, és igazából csak cukor kéne, vagyis hát cukornát pontosabban. Úgyhogy ezt most így felhasználjuk. És már is megvan a torta. Let's go! Ott is van, szépen oda is adjuk ennek a falusinak. Oké, okay, még egy challenge kész. És kaptam elég sok mindent. Például smokert is, meg egy kis kaját, ami nagyon jó. A smoker pedig szerintem hát mondjuk kerülhet ide. Tehát ez így, így, nem nagyon kell. Ott maradhat a lyuk, azt úgy se látjuk. <laughs> Úgyhogy így, így, lesz itt a smoker. 16 süti, ú, baked potato az nagyon menő. Ezt a tortát meg ünneplésként ide lerakom. Ja, meg aludni is kéne, ahogy látom. És hát szépen a tehenekből is megcsináljuk az utolsót, amit a játék kért tőlünk. És ott is van az az utolsó tehén szív, ami a challenge-nek a befejezéséhez kellett. Úgyhogy itt van belőle 10. És ez a tízes challenge is kész. Let's go! Egy teljes vödör, meg kettő darab tehenet kaptam még, úgyhogy én úgy gondolom, hogy őket idebe is tudom dobni a karánba, mert nagyon máshol nincs helyük. Ó, oh, őt rossz helyre dobtam, de így be tudtam ütni. Nice. Oké, okay, nyugodtan szaporodjatok, hogyha tudtok, meg nem tudom. Próbálkozzatok! És akkor itt van még két csirke, őket is szaporítjuk. Ne, jó, oké, ő kijött. Horgászunk egy picit, és utána el fogunk látogatni különböző structure hogy látjátok, tehát mi ez? Rákap a horogra. Hova tűnik a cucc belőle? Ezt még mindig nem akarom elhinni, ezért nem horgászok amúgy annyit. De megint csak jött, nem húzza le. Aha, ez most lehúzta és megjött, jó. Tehát akkor lehet, hogy ez csak átver minket? Mert a sima Java edition úgy van, hogyha így rákap a horogra, akkor kész. Lehet húzni. De itt bedrogba akkor lehet, hogy van valami csaliszerűség is. Tehát mint például most, hogy így nem húzza be, és akkor nincs semmi. De hogyha jön, és lehúzza, na akkor van valami jó. Nagyjából akkor így értem a dolgot. Akkor ide rakok egy fűblokkot, hogy legalább itt is úgy terjedjen a fű, vagy valami legyen. És belőle gondolom, ja, hát szokásosan semmit nem tudunk kapni. Viszont amit tudunk, az tőle bőr. És ezt meg is kaptuk. Meg itt van még valahol a másik alul, de őt lehet, hogy hagyom. Oké, okay, kaptunk még egy kis csontot, úgyhogy ezzel meg lehetne próbálni azt, hogy újra megneveztük a fákat, de úgy látom, hogy még ez is teljes mértékben hatástalan, nem tudom nagyon pontosan, hogy mi lehet a problémája. Na jó, nézzünk körül, hogy mi is van itt lent. Ja, úgy látom, hogy vannak ércek is konkrétan, tehát hogy egész sok minden. Azt tudom, hogy vasat ö, biztosan fog kellene szedni. Arra egész konkrétan emlékszem, hogy fog kelleni vas. Csak itt nem szeretném, hogy jumpscare-be megjelenjenek majd a cápák, vagy bármi hasonló. Oké, okay, ezt is megszereztük. Jó, amúgy lenne szín is, szóval hogyha úgy vagyunk, akkor tudnánk szenet is trédelni. De szerintem egyelőre ez nem fog kelleni. Kopperra nem nagyon emlékszem, hogy kell-e vagy sem. És itt van valami bánya lejáró, ami mondjuk elég szükös. Úgyhogy ezt így kihagyom. Meg ott is van valami lejárat. Azt mondjuk lehet, hogy érdemesebb lenne megnézni. De előtte van még egy kis vas is, bár azt hiszem, igen, itt van a vas hogy úgyhogy lehet, hogy ezzel ütöm ki, hogy mondjuk, apá, egy másodperccel gyorsabb legyen a dolog. Csak nyilván itt a cápák sem egyszerűsítik meg a dolgomat. Oké, öt darab. És ha jól emlékszem, akkor ténylegesen nyers vasra van szükség. Aha, és idáig vagyunk, innentől kezdve pedig megszűnik a víz. Azt, amilyen bányarendszer van itt, te jó ég. Azt figyelitek? Elég durva. uh, és itt rengeteg mindent kapok cukornád is, meg rengeteg dolog. Mondjuk, ha lenne egy minecart, akkor lehet, hogy egy, egy fokkal egyszerűbben tudnék itt közlekedni. De milyen durva már ez a hely. Azt a minden itt. Tele van gyémántal, tele van mindennel konkrétan. Mondjuk az érdekelne, hogy itt hol van a lejárat, vagy bármi hasonló. Sehol? Mondjuk lehet, hogy itt kéne kiépíteni. Ezen a szent helyen, mert itt ugye vezet lefelé egy út. Összes blokkom, ami van, azt itt most én el fogom használni. Oké, okay, itt mehetünk egyet lejjebb. És ez helyett szerintem mehet a fűblokk, és kész vagyunk. Megvan az út. Még lehet, hogy jó ötlet lenne ezt így duplázni, de azt mondja hogy szerintem csak később fogjuk egy kicsit megcsinálni. És, wow! Az egy ilyen strongholdas résznek tűnik nekem elég durván. Uh, itt is mennyi minden van. Azt a... Hát én nem is gondoltam volna, hogy ez a bánya... Ajaj, ez nem volt jó ötlet. Szóval nem is gondoltam volna, hogy ez ennyi mindent rejtegethet magába. Jungle Wood. Na, az például egy olyan dolog, ami nagyon kéne. Ez a lead, ez kevésbé. A chest az meg még annyira se. És valami még leesett, amiről nem tudom egyelőre eldönteni, hogy mi az. De reméljük nem fontos. Na jó, hát akkor viszont én visszamegyek. És mondjuk ezt is kiütöm. Aztán ide lejövünk egy kicsit felfedezni a dolgokat, hogy mégis mi az a dolog, amit minden össze tudunk szedni, mert ez eléggé OP-nak néz ki. És igazából abszolút nincsen messze a bázisomtól. Jó, a cukornádok szerintem kb. meg is lesznek. Bár ezeket még itt egy picit növezgetem. És ami ugye kellett az Jungle Log, bár 16 kellett és csak 7 van. Úgyhogy ezt még valahogy majd meg kéne oldani. Szóval itt a cukornád, vas is ugye kell. 8 darab, az is lassan meg lesz. 16 XP poti, amiből 7 már megvan. Ó, és egy Heart of the Sea is a challenge amúgy. Úgyhogy azt is megcsináltuk. Egy elég jó fishing rodot kaptunk, és ennyi. <laughs> Igen, valószínűleg ez az. És ez helyett ez egy picit jobb lesz. Tehát én ezt, melyik, ezt, ezt pakolom is be, meg valószínűleg ezt is. Tehát ezek ilyen elég haszontalanok. Ez egy fokkal jobb már. Cipőt lecseréljük. Na, ezeknek amúgy most tényleg őszintén tudok örülni, amit történt. Úgyhogy ez tényleg tök jó. Őt még megpróbáljuk. Ajaj, ez ö, nem lesz jó. Gyere vissza, csirke! Másik is. Jó, felvetünk még egy szívet. Oké, okay, akkor ezek mind-mind mennek a challengebe. Ú, uh, és ez a CD is, azt hiszem. Igen. Még egy némtek kell mellé, és akkor ez a CD is ö, használható. De az a némtek is gondolom ott lesz lent. Oda szerintem most érdemes visszamenni. Csak ö, alszok egyet, meg kéne ugye egy pajzs, mert ott rengeteg mobot láttunk. És hát nem nagyon örülnék annak, hogyha ők viszonylag gyorsan elpusztítanának minket. Úgyhogy ebből még fogunk tudni csinálni egy pajzsot, ami itt is van. Na jó, ezek meg csak így random mehetnek be, nem érdekel most igazából. Még csak egy baltát is, mert az ö, általában jól szokott jönni, és meg is vagyunk, mehetünk vissza erre a területre. Én úgy gondolom, hogy most már ennyi cuccal így fel vagyok szerelkezve, bár talán a másik vascsákányt is jó lehetne elhozni, hogyha esetleg van. Úgy emlékeztem, hogy van, de akkor ezek szerint mégse. Hoppá, és ott két lejárat is van, van ez, meg ez. Ez gondolom nem ugyanarra az irányba visz. Aha, ez itt egy tök más bejárat, mint ami előbb volt. És ha van egy tippem, vagy inkább lehet egy tippem, akkor ez a Wardenes rész lesz, vagy pedig nem. Ó, hogy ez itt a Stronghold. Jó, akkor ö, ezzel nem nagyon kell foglalkozni egyelőre még. Tehát itt a Strongholdos rész megvan, igazából itt van még egy CD, ami kellett, ez is kellett. Jó, nagyjából összeszedtük azokat a dolgokat, amik, amik, úgy kellenek. Meg majd letunk jönni ide encsántolni, hogyha nagyon-nagyon szükségünk van rá, de szerintem egyelőre ez nem lesz. És már is itt van egy-két skeleton. Ú, uh, skeleton fej, tényleg, az is kell. És mindegyik dobál ki magából egy fejet. Jó, nice. Mennyink van? Három darab skeleton fej. Nem is rossz. Ja, hogy itt a skeleton spawner, akkor még szerintem lesz bőven. Csak itt folyamat tartanom kell ugye a dolgokat. Belementek a liámba és nem lehet őket megölni. Ez mi? Játék. Ez mindig szivat engem ez a játék amúgy. Jó. És még ő van. De hogy tud átlőni a pajzson amúgy? Hogy ezt itt most így lezárom. A biztonság kedvéért. Pontosan tudom, hogy itt van a skeleton. Úgyhogy ide majd ilyen felkészültséggel fogunk jönni. Vagy nem tudom. Ú, és itt van maga a Stronghold. Nice. Egy szemmel benne. Oh, 12 szem. Jó. Oké, okay, oké, okay, meg vagyunk. Az összes szemet már bele is rakom. És így akkor tudom, hogy a nedőrben nem nagyon kell lemennünk. Aminek örülök. Egyébként. Jó, mennyi cucc van itt, te jó ég. Oké, ezt is elhozzuk. Így mindent. Itt is vannak mobok, de azokat megpróbálom minél hamarabb lecsatázni. Mert a zombi fej is kéne. Tehát zombikat is kell ölnöm. Jó, hogy ez itt a bejárat. Aha, tehát körbejöttem tulajdonképpen. Aha, ez a láda sem volt még. És itt is van néhány olyan dolog, ami nekünk jó, olyan Jungle Wood, jó. Ezeket meg már el sem tudom hozni. Jó, az órát azt szerintem így kihagyhatjuk a képletből. Ő meg direkt velem egy a liánba, hogy ne tudjam megölni. Mi ez? De igen, itt voltunk alapból, tehát hogyha ide lejövök, akkor ugye itt lesz majd maga az elzárt terület, vagy lehet, hogy nem. Úristen, még itt is vannak dolgok. Itt a némteg, amit föl kell vinnem itt a, a, music diskhez. Na jó, ö, ide szerintem vissza kell jönnünk. <laughs> tehát itt annyi dolgot találtunk, hogy ez vissza kell jönni még. És most egy instant jó néhány challenge-et meg is fogunk tudni csinálni. Tehát egy picit pakolásszunk, szerintem. Mert ennyi minden nem fog elférni a kezembe. Tehát zombi fej. Skeleton fej, Ugye a Jungle Wood is egy challenge, meg ez is, és azt hiszem a challenge körülbelül ennyi volt meg, úgyhogy a többit azt le is tudom. Ja, bocsánat, meg a name tag. Igen, ez is kell. Annak is örülök, hogy lesz iam is, tehát a, az N csatához majd ez tök jól fog jönni. Szóval, akkor ezt én ki is veszem, szépen meg tudom csinálni, ugye ezt a challenge a 17-eset, nice. Nem tudom, hogy ezekre mi szükségem van, de megkaptuk, jó. Hát ezekből 8-8 fog kelleni, tehát azt még nem tudom megcsinálni. Oké, okay, ezt is el tudtuk trédelni. Iron X az tök jó, mert legalább akkor nem kell a követ használni. És 16 kéne ebből. Ö, abszolút nem látom, hogy ez mennyi, de szerintem megvan a 16. És igen, tényleg megvan. Könyvek, meg lap is. Ó, oh, igen, és még a cukornád. Itt is van a 31. challenge. Jó, hát haszontan dolgokat kaptam megint. Jöhet egy kis aratás végre. Nagyon-nagyon lassan nőttek meg, úgyhogy... Durva. És ráadásul ezek még kisen nőttek, tehát hogy nem is tudok velük mit kezdeni, de mindegy. Most le learatom az egészet, és lehet, hogy megpróbálom egy kicsikét újra organizálni, hogy normálisabb legyen. Az egy sor ilyen, egy sor olyan. Én úgy tudom, hogy az sokkal jobban működik, mint hogyha ugye ugyanazokat rakosgatnám. Jó, növegethetnek is. És amit ugye érdemes, az ez eltrédálni az összes emeráldunkat. Egyébként ezt az újat még ki sem próbáltam, hogy ez mennyire gyors, vagy mennyire hozza jól a cuccokat. Jó, nyilván gondoltam, hogy az első az egy luft lesz, meg is lepődtem volna, ha nem. Viszont azt megfigyeltem, hogy egy sokkal mélyebb hang jön, ez nem az, hanem egy egy mélyebb ilyen splash hang jön, és akkor lehet kihúzni. Ez az, oké. Okay. Oké, okay, hát most olyan dolgokat kapok, ami így... miért? Na jó, én ezt így szerintem befejezem, és alszok. Kaját azt nagyon le kéne vinni, úgyhogy szerintem ezt így égetem azt a, Hát ezt a bambuszt ezt elég gyorsan el fogjuk tudni égetni, tehát nem kell kétszer gondolkozni. Viszont tényleg ezt a sok magot meg mindent én így kiviszem a helyére. Mert hogy abszolút nem ott tárolom, ahol eredetileg így elterveztem. És még ez is mehet ne kiégetni, vagyis nem ez, hanem ez. Csak ez a bambusz ez így nem elég. Másodpercenként elhasznál egyet az öreg. Jó, hát nyomni kell a csirkéknek az etetését is, és még egy-két csirkét leszponolni, de az sajnos nem sikerült. Viszont te bejöhetnél. Ez az, becsaltalak a csapdába végre. Mi? Átment az ajtón? Oké, egy kicsit sem vagyok ideges amúgy. Az a baj, hogy nagyon akadályozza a rendszert. Úgyhogy kiváló ügynök volt, de tőle megválunk. Na jó, én ennyi kajával, meg ilyen felszereléssel úgy gondolom, hogy. Elég vagyok arra, hogy lemenjek a bányába vissza, bár még előtte látok egy újabb challenge lehetőséget, amit meg tudok csinálni. Ez pedig ez. Igen. Ezt meg is kaptam. Fortune 2 könyv, meg egy Blast Furnace. Hát uh, igen, ezzel már így rendelkezem, úgyhogy ez nem nagyon kell. Ha ide is szorultak kis emerald, most már így van. Összesen 34. Annyira össze vagy szomorú a itt minden. Ezt mondtam, hogy én aztán nagyon törekszem arra, hogy a lehető legrendezettebb legyen az összes ládám, ugye. Ezt nem tudom, hogy honnan tudok szerezni. Répát, tehát, hogy még nem is láttam a mappon sehol. Úgyhogy ez érdekes lesz. Meg hát ilyen, hogy homok, tehát, hogy így, bro, nem tudom, hogy honna, honnan lesz homokom. Ja, mondjuk, oké, okay, van egy csomó itt alul. Jó, tudjátok mit, akkor még mielőtt a bányába visszamennénk, lehet, hogy túlesek ezen a homokos részen. És szedek annyi cuccot... Hogy ez így elegendő legyen. Ahhoz viszont fog kelleni, szerintem, minimum egy gyémánt ásó. Tehát annál lejjebb így nem tudom adni az igényeket. Ott is van. És akkor homok kiütésre fel, meg még. Ezeket is le kell győzni. Hát ez annyira jó. Úúú, ez pont a Tridentes. Az kicsit jobban fáj, mint a, a normál. Aha, és lehet, hogy halok is. Ja, hogy ez egy cápa. Jó. Pedig én csak egy kis homokot akartam szedni, tehát hogy semmi extra. De még ezt sem tudom megtenni itt. Ó, és itt van homokkő ráadásul, jó. Akkor nem kell nagyon szórakoznom. Bizalat eszek. Abszolút nem érdekes a játéknak a mechanikája. Kicsit se. Szóval ebből kéne 16, meg a sima homokból is. Azt hittem, hogy ki kell gyűjtenem teljesen a homokokat, és akkor úgy craftolnom kell, de szerencsére nem. Aj, a tridentes meg innen, ne, 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 ne. Á, ezt nem lehet csinálni így. Hát a tridentes egyet belémlő, Felugranál, légy szíves, kedves játék. Egyet belémlő a Tridentes, és már levitt a hp mnek a háromnegyedét. Úgyhogy gyorsan még egy 16 homokot droppolok magamnak, és akkor már is húzunk innen. Szerintem megvan, jó, bőven. Oké, okay, ez a challenge is kész, egészen sok mindent kaptam érte. Elviszek kettő aranyalmát, hogyha nagyon-nagyon-nagyon para lenne a helyzet, akkor ő, valamilyen módon meg tudjam magamat védeni. És most, irány vissza a bánya, mert hogy ott azért tényleg rengeteg kincs vár ránk legalábbis így előzetesen, ahogy láttuk. Úgyhogy egy komolyabb gyorsúszás után szerintem be is tudunk menni. Remélhetőleg nem kap el minket senki, főleg nem egy tridentes ilyen vízbe fújt. És akkor szkeletonokat, zombikat, creeperöket, mindent kell ölni a lehető legnagyobb mennyiségekben. Úgy ezeket is meg tudom menni, ugye? Én úgy tudom. Bár feltételezem, hogy azért olyan... ú Emerald. Szóval feltételezem, hogy olyan sokat azért nem tölthetnek. Ezeket itt learatjuk. Lehet, hogy ezek miatt van amúgy itt fény. Bármi lehet. Oké, okay, szépen jövünk is le. Ja, amúgy itt voltak létrák, szóval így, bro. <laughs> amúgy simán meg lehetett volna oldani a, a dolgot, de mindegy. Mármint, hogy a, a lejövetelt, és kéne egy creeper nekem, vagy hát inkább, ugye több. Jó, ő megvan, nem adott semmit. Annak nem örülök. Jó, ő viszont adott már Gunpowdert. Az nagyon jó. Jó, hát akkor, amiért jöttünk, azok ugye ilyen gyémántok, meg mi egymás. Úgyhogy ezeket így végtelen számba szerintem el is visszük, meg közben ugye öljük a mobokat. Azt a pók hogy visszafordult, ahogy a creeper elkezdett jönni. Az szép. Itt egyedül amúgy a szkeletonokkal van bajom. Semmelyik másik mobbal. És akkor, hogyha ezt megeszem, akkor ugyanúgy nem tölt kb. semmi, mint az összes többi kaja. Úristen, ennél durvább és szebb bányát szerintem még soha nem láttam. Úgyhogy tényleg minden elismerésem a készítői, ez, ez nagyon jól sikerült. XP-ből sincsen nagyon hiány de ércekből meg aztán főleg nem. És legalább akkor így a bambuszos kérdést is megoldottuk, mert soha többet nem fog kelleni. Mert van annyi szén, mennyit szerintem nem sajnálunk. Ebbe? Ebbe semmi. Nagyszerű. Szerintem amúgy még kéne legyen láda. Egy-két helyen legalábbis biztos. Jó, ezek a pókok, de nem hiányoztak. Üm, mindegy. Azt hittem, hogy nem fog felrobbanni, de sajnos felrobbant. A nyers vasas kihívás, nem tudom, hogy megvan-e. Köszi pók. Elég. Ez milyen spawner? Attól függ, hogy meghagyom-e. Ja, ez a Pók Spawner. Na igen, az biztos, hogy nem hagyjuk meg. Aztán majd bal kitalálja a játék, hogy ja, amúgy kell majd valami Pókkal kapcsolatos dolog, amit csak így a Pók tudtam volna megcsinálni, és akkor fogok nagyon-nagyon örülni. <laughs> Oké, okay, ennyi vas most már tuti, hogy elég. És nagyon elszomorító ez a sok beről, ami üres. De nagyon elszomorít. Jó, és ott van még egy láda, meg egy Skeleton Spawner. És nem tudom, melyiknek örüljek jobban. Jó, még egy fej, meg még egy fej. Nice. Lehet, hogy én ezt itt kiütöm. Mert ugye a stronghold van egy. Ó, oh, ez az. És még egyre nem biztos, hogy van szükség is. Itt van a répa, amire annyira vártam már. És ez is egy láda. Mögötte van egy kis lába is. És, aha. Itt is vár minket egy-két jó cucc. Hát azon kívül más nem. Jó, ezek szerintem elhanyagolhatóak, úgyhogy ezt így kiütöm és itt is hagyom szerintem. Mert sem Bull, sem Eye of Ender nem kell a játék további részeibe, ez gyönyörű. Jó, itt igazából van egy ilyen luft bánya, tehát hogy ez már csak itt tényleg a vége. Viszont ott lesz pont nekünk egy Creeper, akire szükség lenne mindenképp. Jó, ott is a Gunpowder, nice. Amúgy ez a hely, rájöttem, hogy arra nagyon-nagyon tökéletes, hogy eltévedjek. Oké, ütünk egyet, de hogy tudnak ilyen gyorsan lőni? Én ezt nem értem. Öt szkeleton fej, és nem, nem tudom, hogy otthon mennyi van. De úgy lassas kán szerintem már elég lesz. És ez volt az útirány, ahonnan jöttünk. Jó, nézelődjünk még kicsit itt a, a bányába. Ugye itt volt egy láda, amit nem szedtem ki. Aha, nem rossz. Azt kell mondjam. Hú, ott is van láda, meg nagyon sok minden. Viszont megint csak beteltem, úgyhogy... Most lenne itt az ideje annak, hogy fölmenjek megint. Hát kereskednünk emerald én úgy látom, hogy nem nagyon fog kelleni. Mert ugye itt tényleg fogom, is innen kiszedem az összeset, és akkor az úgy elég lesz majd arra, hogy kiszedjük mondjuk a legjobb horgászbotot. Úristen, 56 diémántot szedtem, tehát összesen 60 darabban. És most lepakolom azokat a blokkokat, amik biztosan nem challenge-ek, csak azért, hogy legalább legyen hely annak, ami ténylegesen az. Jó, nagyjából ennyi hely szerintem elég, és akkor nézzük. Na igen, ezt nem csináltam meg, de most már megvan. Super. Van itt még a nyolc zombi fejes, szerintem abból semmit nem haladtunk. Igen, a szkeletonos az, amit meg tudok most csinálni. Valahogy zombikat is kéne tudnom majd ölni előbb-utóbb, de az, az még itt tényleg nem. Nyolc gunpowder kéne, abból sajnos csak négy van. Hát hogyha minden igaz, bár itt most gyorsan, nem, hat, hat darab gunpowder. És ha itt nincs több, akkor igazából, ja, hat darab, tehát még kettő kell. 12 répa, és igazából ezt most másodperceken belül meg tudjuk egy kicsit többszörözni, mondjuk így, 22, meg még itt is van 23, és innen még ugye ez kell, és akkor ez a challenge is megvan, pontosan így. Na ezért rengeteg dolgot kaptam, tényleg. Úgyhogy ezeket a kajás cuccokat szerintem át is hozom ide. Vagy ilyen növényes kajás, meg minden egyéb. Jó, szerintem ezeket ö, ismételtem meg lehet ölni mert most csak pressure a kutyákat, de azon kívül semmire nem jók. És hát srácok, ebben a részben eddig jutottunk, remélem, hogy tetszett nektek a videó, hogyha így van, akkor azt mindenféleképpen jelezétek egy lájkal, és ne felejtsetek el feliratkozni a további részekért. Aztán hát találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók. Sziasztok!